taposok a színpadon, uniós és MSZP-s lufik a tömegben. Az MSZP a Városligetben tartotta majálisát. Szórakoztató programokkal indult a rendezvény, aztán színpadra léptek a politikusok is. A párt miniszterelnök jelöltje azzal kezdte, hogy 2018-ban leváltják a Fideszt. Az embereknek szerinte elegük van a kilátástalanságból. Botka László bejelentette, úgynevezett megélhetési minimumot vezetne be. Ez vonatkozna a fizetésekre és a nyugdíjakra is. Erre a magyar állam vállalna garanciát mindenkinek, aki ledolgozta a szükséges éveket, vagy legális bejelentett munkája van. Orbán és talpnyalói pontosan érzik, hogy közel a népharag. Évek óta kitartóan feszegetik a pofonos ládát. Most végre kinyílt. A tüntetés sorozat megmutatta, hogy elemi erejű a felháborodás, nem lehet elbújni előle a parlamentbe, de még a várba se. Buli hangulat a demokratikus koalíciónál. A párt szintén a Városligetben majálisozott. Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor téved, ha azt gondolja, hogy a viták miatt nem lesz ellenzéki összefogás. Együtt fogunk működni. Minden választókerületben egy demokratikus ellenfele lesz Orbán Viktornak, ha törik, ha szakad. A Jobbik a hajógyári szigeten ünnepelt. A piros-fehér-zöldbe öltözött Vona Gábor arról beszélt, hogy a Jobbik néppártosodása helyes út, de a baloldallal nem fognak össze. A Jobbik küldetése pedig az, hogy Magyarországot erős, boldog és szabad országgá tegye. Mi se ígérünk csodát, de azt ígérjük, hogy amit csak lehet, azt megteszünk és küzdünk, és tövig nyomjuk a gázpedált, hogy végre haladjunk már, mert így Magyarország ki fog ürülni. A Fidesz idén sem tartott majálist, közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy az ellenzéknek mindig fontosabbak a saját hatalmi érdekei, mint a munkából élő családok, és az ellenzék, ha a dolgozókról van szó, akkor csak majálisi szónoklatokra képes, de amikor az adócsökkentésekről és a béremelésekről kell dönteni, akkor nem támogatja azokat.